Sebestyén István Barac birtoka egy részében nem történt fagykár, ami alapvetően a fajta választásnak köszönhető. Jövő az azt mutatja, hogy föl kell készüljünk itt az időjárásnak a gyökeres megváltozására. Tehát a természet eléggé kiszámíthatatlanná vált. Mindenki talán érzi, hogy nincsenek igazán évszakok, vagy egy hónapon belül akár három évszak is van. És hát az idei évben a tavasz az nagyon-nagyon korán jött el. Gyakorlatilag ez volt a legkorábbi virágzásunk, már február utolsó napjaiban kivirágzott a kajszi. Volt egy pár fagyos éjszakánk itt is, ugyanúgy, mint az ország más részében. A művelt területen a fagykárt egyelőre még felbecsülni nem lehet. Tolna megyében úgy látjuk, hogy a dombos részeken ott szerencsésebb a helyzet. A mi integrátori körünkben, ami Kisvejke és 20 kilométeres körzetét jelenti, ahol nagyjából olyan 300 hektár kajszi van eltelepítve, ott azért most elsődlegesen úgy gondolom, hogy egy 50%-os, 50, talán 60%-os termés lesz. Még nem tart a gyümölcsös, a fagyokat követő úgynevezett terméshullás végén. Gyakorlatilag a növény a túlélésért küzd ilyenkor, és hát az utódjától fog először megszabadulni. Benge László 25 hektár modern kajszi ültetvényén is korábban indultak a tavasszal aktuális munkálatok. Jelenleg 25-26 ember ritkít itt, zöld ritkítás folyik, ahhoz, hogy a barack méretet érjen el, normális eladható méretet, ez export vagy belföldire, teljesen mindegy, ahhoz ilyenkor meg kell ritkítani, olyan 8 cm-enként lehet egy gyümölcs. Tehát itt van olyan fajta, melyiknek a 80%-át leszedjük ilyen apró, mogyoró nagyságú méretben. A következő, vagyis hát egyszerre folyik viszont a sorköz és a soraj tisztítás, a sorköz az mulcsodással, a soraj pedig gyomírtással folyik. Kisvejke és környékén közel 400 hektáron termesztenek a szövetkezetben működő gazdák gyümölcsöt, ezen belül a fő profiljuk a kajszi barack.